Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint megyünk hazafele munkából, vagy jobban mondva nem munkából, hanem itten barátnőmet dolgozni. Úgyhogy ez meg itt mindjárt nekem jön hátból. Elvittem dolgozni, most pedig megyek haza. Pontosan 5 óra 53 perc van. Hát ez a reggeli általános műfaj, tehát minden reggel ezt csináljuk. Viszem dolgozni, aztán én kenem hazafele. Még otthon csinálok ezt-azt, egy keveset. Utána pedig én is megyek dolgozni. Levettem a sapkát, hogy lássátok azt a gyönyörű fejemet. Kamerát nem állítottam át, ahogy kellett volna, úgyhogy most is lesz egy kis hangcsúszás, de hát ez van. Valahogy el is felejkeztem róla, majd mikor több időm lesz, akkor majd variálom a dolgokat. Addig meg most még egy videó jöhet így. Tegnap voltunk Debrecenbe, arról is fogok feltenni majd videót. Kifizettem a szervereket. Rendes volt nagyon a tag, máskülönben ismerem már egy jó ideje, ahol hoztam én a cuccokat. És hát az egyik munkatársának, egy csajnak mondta, hogy várjon már meg, mert én később érek oda csak, mivel hogy dolgoztam egész hatig. Mondjuk ellógtam hamarabb, úgyhogy hamarabb beértem, mint ahogy számítottak rám. De ők is örültek, mivel nem kellett olyan sokat túlórázzanak, mondjuk. A lényeg az, hogy ki lett fizetve az is, weboldalak mennek tovább, szerverek mennek tovább, úgyhogy minden szép és jó. Olyan esőt fogtunk ki megint, mikor jöttünk hazafele, hogy nem tudtam videózni, pedig felszerettem volna menni hazafele az egész utat, de hát nem lett belőle semmi, mert mondtam, olyan kibaszott eső volt, hogy az ablaktörlőn kívül mást úgyse nagyon láttatok volna. Úgyhogy nem lett belőle videó végül. De az út Berettyóújfalutól Debrecenig az úgy megvan. Tehát az is több, mint a semmi. Most ez a videó. Aztán még majd akarok egy videót, ahogy jövök haza munkából, hogy legyen meg az az útvonal, és az egy kicsit megint másabb, mint ahol megyek. És akkor szerintem ezek a jövök-megyek munkából cuccok így kifújtak, mert most minden reggel, vagy minden nap sem értem, hogy felvegyem. Úgyhogy kb. Erre lehet számítani. Ezen kívül meg nem tudom. Az autóbemutató nem jött össze tegnap, mivel hát nem voltam szüneten, ketten vagyunk most csak lent melóba, úgyhogy nem volt, hogy elmenjek. Meg én inkább nem is mentem azért, hogy tudjak picit hamarabb lelépni, hogy tudjak menni Debrecenbe. Úgyhogy ezért nem lett autóbemutató videó. Most már meg az a helyzet, hogy tiszta retek az egész autó, úgyhogy nem tudom, hogyha van értelme lemosatni, meg már nem viszem el, mert hétvégéig kibírja. Pénzt meg most tényleg nem akarom pazarolni, mert így se nagyon sok van. Most elég sok volt a kiadás, hogy szabadság, meg szerverbérlést meghosszabbítani, meg ilyenek, úgyhogy nem költök ilyen felesleges dolgokra. Viszont egy koszos autót meg most mi a szart videózzak rajta. Úgyse látszik, amilyen valójában. Úgyhogy ez a helyzet. Álmos vagyok, fáradt vagyok, fázok kicsit. Hát most az autóban nem lőttem egy kis fűtést, tehát faszom meg fog lideregni, de kint kemény 19 fok van. Annak ellenére, hogy tegnap 30 valamennyi volt. Úgyhogy nagyon izgalmas. Na de hát Istenem, kell ilyen idő is.
és nincs kedvem semmit csinálni ma. És ma is elég sok a dolgom, munkába. Két heti munkát, amit kellett volna csinálni napi szinten, most be kell pótoljak, úgymond. Cloud szervert be kell fejezzem a cégnél. Meg még pár finomságot. Virtuál szerverre kell tegyek megint új operációs rendszert, hogy legyen integrálva a Network Install Kitbe, a Windows 10 is, meg a 8.1, mert azok nincsenek beleintegrálva. De hát ezeket egy install vimmel gyakorlatilag megoldom, felülírom a régi fájlt, ami meg van csinálva, mert nálunk úgy van csinálva a hálózat, hogy tudsz bootolni hálózatról is, és tudsz bármilyen operációs rendszert telepíteni, kivéve ugye a Windows 8.1-et és a Windows 10-et, azok még nincsenek integrálva. De ezeket szeretném most megcsinálni. Meg ugye befejezni a cloud szervert, illetve a maga cloud szerver készen van, csak kell neki egy ilyen webes felületet csináljak, amit hogy a faszba ejtik már, OnCloud-dal fogok megoldani, amit kicsit átírok. Persze open source, szóval nyugodtan lehet alakítgatni, fejleszteni, mert nálunk az a cloud szerver az inkább csak ilyen internál cucc lesz, illetve külön dedikált IP-vel fogja mindenki elérni kintről is, hogyha akarja, mert rezervárra lesznek a portok meg minden, tehát természetesen ezek nem lesznek publikusak, ott úgymond 2 tera rajdos cloud hely lesz, de ez csak cégen belüli embereknek. Na hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!